El tudjátok azt képzelni, amikor ugye van egy Steam fiókod, és akkor a könyvtárba már hozzá van adva a Steam-es fiókodon keresztül a Stumbleguys játék, és nyitod a játékot, belépsz. Nem gondolnám, hogy jószerivel idegen fiókba lépnék be, mert minek amúgy meg, tehát nincs is amúgy meg másodlagos, harmadlagos fiókom, ez az egyetlen egy fő fiókom, az F-bence 7, amivel szoktam úgymond, szoktam használni, és ugye ott nagyon sok skinem van, jó egy év alatt, másfél év alatt azért alig tudtam nyerni, tehát ilyen 15-14 vinem van amúgy meg, de hogy belépsz, érted, a játékba, és akkor szembe találod magad, övön alul kapod az ívet, hogy jószerivel egy idegen fiókban vagy bejelentkezve, 200 nem tudom hány vined van, kevés a karaktered, a skineid, és ott hidazd le gép előtt, hogy hát ez meg mi az Isten, hogy most bekaptam volna egy bugot, mert én úgy gondolom, hogy kicsit amúgy meg, ha reálisabban gondolkozok, én szerintem biztos, hogy bugos volt a Stumbleguys. Nem jelentkeztem be sehova se, tehát csak a számítógépen keresztül szoktam úgymond játszani ezzel a játékkal. Nincs tényleg egy másodlagos, harmadlagos fiókom, és ugye konnektáltam, tehát hozzáadtam e-mail címet a főfiókomhoz, hogy meglegyen a fiókom. És ennek ellenére valamilyen szinten én másnak a fiókjába voltam bejelentkezve. Pont streamben történt ez az ominózus eset. Kedves nézők amúgy mondták nekem azt, hogy töröljem le a játékot, telepítsem fel újra. Hát persze úgy is lett. Letöröltem, feltelepítettem, és akkor sem adtam magát a játék. Miután letöröltem, vártam 24 órát, na, mondom, jó van, akkor teszteljünk 24 óra elteltével. Újra letöltöttem a játékot, és lásd csodát, a saját fiókomban, főfiókomban találtam magam. Tehát most kérdezem én, hogy ez mi a túró? És hogyha a komment szekcióban tudtok nekem abban segíteni, tanácsot éppenséggel adni nekem, hogy ez mi az Isten volt ez a jelenség, akkor azt szépen megköszönném. De hát érdekes volt ezt látni és tapasztalni amúgy meg. Pont egy olyan játékkal fordul elő ez a dolog, ami ugye jószerivel millióan játszák, nem csak itthon, hanem kint külföldön is. Ugye van egy nagy játékos tábora. Hát, oké. Ezek után már nem is csodálkozok, hogy mi fog még ezek után történni. Váltottam játékot, Fortnite-ot streameltem utána. Kicsit sajnáltam a fiókomat, mert azért volt jó pár skinem benne. Azokat picit sajnáltam, de utána már továbbáltam. Leperget rólam ez a dolog. Srácok, köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót. Hamarosan találkozunk a következő videók során, lehetek jók. Addig is, sziasztok!